Na, így 3 hónap után fejezzük be a Little Nightmares-t is, én azt mondom. Ugye még 2021. decemberében kezdtük el a végigjátszást, és most volt egy elég nagy szünet. Még gondoltam, hogy az Elden Ring előtt szeretném befejezni ezt a játékot is. Ja, ez volt a felvezetés, akkor folytassuk. Az irányítást teljesen elfelejtettem. A kör a lámpa, a négyzet a... igen, a négyzet a futás. Jó, rendben van. Igazából annyi volt a nagy kimaradásnak az oka, hogy nem volt kedvem nagyon játszani igazából. De most már van, most már nagyszerű minden. Ugye legutóbb azt hiszem itt voltunk a Lady-nek a házában. Igen, akinek tele van ilyen szemekkel a háza. Akinek az énekét most is hallom. De... látok már itt, lehet ezzel a festménnyel valamit csinálni? Igen, ha jól emlékszek, Six egy kis köcsög volt és megette a manót, ugye? A legutóbbi rész végén, és most beragadtam a székbe. Nem, jó, egyszerű. Hát nem valami bíztató az az ének, azt kell, hogy mondjam. Itt van valami? Fel lehet itt mászni? Nem. Jó, ezzel a bábúval lehet valamit csinálni? Nem. Nagyon creepy ez a zene. A zene igazából dúdol valamit. Aha, ide kell majd egy kulcs. Mik ezek a képek? Aha. Ott van a nő, azon a nagy képen, és van vele 4 árnyék. Ott van egy ilyen hólyagfej, ez kicsit a Bloodborne-ra emlékeztet. Mindenhol szemek. Én nem vágom a játék, ennek a játéknak a lore-ját, még egy picit se vágom. A legkevésbé sem. Már nagyon közel hallom, hogy itt dúdolászik. Itt egy kép erről a helyről, ugye? De tudjuk, hogy egy ilyen hajószerűségen vagyunk. Nagyon creep, nagyon félek, bazeg. Ott áll van, na jó. Mivel guggolunk? L2-vel. Van egy összetört tükör. Ó, Istenem. Igazítgass csak a hajad, meg ne fordulj. Hú, jó Isten. Jó, még a veszély nem múlt el, de túljutottunk ezen a szobán. Ott is ugyanaz a kép. Ja. Ne álljunk fel még. Ott az a kép, az kicsit hasonlít az izére. Arra a nagykezűre. Arra a pedofilra. A janitor, azt hiszem, az volt a neve, janitor. Ott meg azt gondolom, ahol egy a kislánykodában. Nem van olyan érzésem amúgy, hogy most ezt össze kell törni. Mert az ágy alá be lehet bújni. Hú, de nagyon igyekezni kell szerintem. Gyorsan. Most! Bújj be, gyorsan! Ne kapcsold fel. Hát a hölgy az elment. Ezt miért kellett összetörni amúgy? Ja, ott a kulcs. Nagyon jó. Nem tetszik ez a csend. A legkevésbé sem. Most jön a játék, ilyen jumpscare-es része. Hát nagyon jó, eddig volt a morbid rész, most meg a
az ijesztő rész, mi? Látok, már ott van egy olyan... Ezeket azt hiszem össze lehet törni. Ezeket a hülyeségeket, a kis szobrokat. Nagyon jó. Mi az, ami mozog? Miért mozog a darabja? Nem mozog. Ez egy bug, vagy ennek így kell lennie? Szerintem bug volt. Hú, bazzeg. Most komolyan itt a bábuk közt kell majd elmenni. Mindegyikre azt fogom hinni, hogy ő az. Kicsit még most is hallom az éneket amúgy. Vagy lehet, hogy már csak képzelődök. Istenem, miért rejtettem el? Ja, ez a lady, ez felszívódott most. Az úgy szép leérkezés volt, Six. Nyissuk ki, mi baj lehet? Most meghallunk. Előtte megijedünk. Most ez na. Ó, hát egyre sötétebb helyekre megyünk, nagyon jó. Erre azt hittem, hogy ő eskü. Pillanatra már azt hittem. Itt ilyen összetört tükrök vannak mindenhol. Lehet, hogy utálja a kinézetét, vagy valami? Oh. Ennek nem örülök. Ennek a legkevésbé se örülök. Hello. Bazd meg! Fordulj, menjél! Bazd meg, de megijedtem! Csúszd be! Jézus Istenem, ez a játék! De mondom, ezek az összetört tükrök valamit jelentenek. Maszk van a hölgyön, ahogy látom, szóval valószínűleg utálja az arcát, és azért csinálja ezt. De ezt a sok bábot meg nem tudom megmagyarázni. Ú, jó Isten, de megijedtem az előtte. Ott áll az meg, látom. Ez nem ő? Nem, az nem. Azt hittem, ott áll a szem alatt. Édes Istenem, hogy már haja is van a báboknak. Hogy még bizonytalanabb legyek. Valahol elő fog tűnni a tömegből. Az oszlop mögött ott van Slenderman. De jó. Jó, de nem kell már lámpa szerintem. Tele van szemekkel ez a szoba is. Nincs itt, amit látom. De erre kell jönni. Miért jó az, hogy itt vagyunk? Itt gondolom van valahol valami járat. Fel lehet mászni a törölközőkön? Fel bizony. Hogy mi okból azt nem tudom, mert nincs ott semmi. A tükör mögött van valami esetleg? Vagy azt kéne felvenni? Ja, hogy így. Értem. Nagyon jó. Ajjaj. Ajjajajajaj. Eljött az idő szerintem, hogy megküzdjek vele. Igen, ez a tükör, ez töretlen. Hello! My lady! Bázz meg. Nem tetszik ez nekem. Tudod, mi ez a fénykör? Bo! Azt a kurva! A körbe kell menni? Vedd már fel, Six.
Menjél, fuss el, fuss el, fuss el. Gyere! Ez az! Nagyon jó. Eddig egész jól halad. Most ezt kell játszani vele? Nagyon jó. Fénykör, fénykör. Itt van. Nagyon jó. Jöjjön elő! Ó, ne... Ó, most már így körözgetsz? De kedves tőled. Ez az. Mutatom neked a pocsék arcodat. Látod filterek nélkül milyen ronda vagy? Amiket Instagramon mutogatsz, ott... Mindegy. Nagyon jó. Hol van már? Gyerünk! Azaz. Hányszor kell még ezt megcsinálni? Gyere! Mi van mi? Nosza! Hoppá! Összetört. Ez most nekünk jó, vagy nem? Azzak. Na ne! Ne! Ne, ezt nem mond. Ne, nem hiszem el. Ugye nem az lesz. De az lesz. Tudsz-e? Azt se kurva. Éhes vagyok. Nagyon jó. Oké. Már gyakorlatilag az egész világot felfaltuk. Megint ez az effekt. Ez a sötétség effekt. Ezt már láttuk a játékban, ha jól emlékszek. Lehet nem mi vagyunk a főhős amúgy. Már gondolkoztam ezen is. Ó, de epic. Tehát, hogy random felfaljuk az embereket. Könyörgöm. Jó, a Manót sajnáltam a legjobban, leginkább ezt a hölgyet még meg is értem, hogy felfaltuk, mert egy köcsög volt, de... De azt a Manót miért kellett? Még mindig nem hiszem el. Most meg én lettem a sötét királynő, vagy mi? Talimrem földjéről? Oh. Vannak a dagik megint. És megint ez a hideg rázó zene. Oh. Ráz a hideg. Elmenekülünk erről a helyről. Hát jó. Gondolom ez a játék vége.
Hey, itt vannak a manók. Hello, manók. Most itt megálltam. Aha. Hát én nem tudom hová tenni ezt a befejezést, azt kell, hogy mondjam. Jó, hát ez volt a Little Nightmares. Ennél elvontabb játékot amúgy szerintem még életemben nem láttam. A Bloodborne elbújhat a picsába emellett. Zseniális volt elejétől a végéig, komolyan. Tehát, hogy én nem tudom, hogy mit kéne lekövetkeztetni amúgy ebből a játékból. Tehát, hogy így az éjséget szimbolizálja, hogy bármire képesek lennénk a túlélés érdekében, vagy nem értem, mert a játék elején azt hiszem ettünk kenyeret, aztán romlott húst, aztán egy patkányt, aztán megettük a manót, most meg a nőt. Az ellenfelek a játékban kannibál séfek, egy hosszúkezű pedofil, aki gyerekeket rabolt el, dagadék vendégek, amik egyfolytában enni akarnak, és mindez egy hajón járt. Nem, ez a játék egy agymenés volt. Komolyan. A zenék rohadt jók, csillagosatos az összes zenének. Meg is nézem, Spotify-on fenn vannak-e a soundtrackek, tehát tényleg nagyon jó. Véleményem a játékról mondom, hogy szerintem zseniális volt. Eskü, nagyon elvont, és pont ezért tettük. Én szeretem az ilyen elvont beteg dolgokat. Ez lehet, hogy nem túl jó. Én imádtam. És az a legjobb, hogy még nincs teljesen vége a sorozatnak, ugyanis vannak DLC-je a játéknak. Azokat is természetesen ki fogom vinni, mert ez zseniális ez a játék. És bár az irányítások kicsit érdekesek, nem voltak túl jók a legtöbb helyzetben, a minőségét a játéknak nem rontja le ez az irányításos probléma. Tehát komolyan csillagosötös játék. Rohadt jó volt. Jó, most ha nem zavarja, én ezt elskippelném. Vagy nem tudom elskippelni? Úgy néz ki, nem. Hát jó. Akkor nem skippeljük el. Most hagyjam végigmenni a stáblistát, vagy... nem tudom. Szerintem én így hagyom minden esetre. Úgyhogy én köszönöm szépen nektek a figyelmet. Folytatni fogom a DLC-kkel, majd remélhetőleg nem 3 év, meg 5 év múlva. Nem lesz már nagyobb kihagyás, mert rendszeresebben kéne feltöltenem a csatornámra tartalmat, én úgy gondolom, mert most ilyen random politikai hülyeségeket rakosgatok fel mostanában, ugye. Kell, hogy legyen gameplay, és azért mégiscsak így indult a csatornám. Úgyhogy én köszönöm szépen nektek a figyelmet, és akkor nézzétek sok szeretettel a stáblistát. Na, sziasztok!